Sziasztok! Ez itt az Atanor. Ma is a vallás, a pszichológia és a filozófia határterületén barangolunk. Meghívott vendégem Bagdi Emőke, akit nem kell bemutatni senkinek. Klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, professzor emerita, több száz tanulmány és több mint 40 könyv szerzője vagy társszerzője, előadóként már közel 3000 előadás fűződik a nevéhez. Kedves professzorasszony, nagyon köszönöm, hogy elfogadtál a meghívást, és szeretettel köszöntöm a stúdióban. Én is önt is szeretettel köszöntöm, és mindazokat is, akik majd együtt lesznek velünk, amikor ez a műsor leadásra kerül. Hoztam néhány idézetet, ami számomra kedves pszichológusoktól származik, és ezek mentén szeretnék témákat javasolni. Az első az Bill Plotkin nevű amerikai pszichológusnak a műve, sajnos egyetlen könyve sincs magyarra lefordítva, ez a Soulcraft vagy Lélek művesség című. Így néz ki az idézet. A legmélyebb vágyaink messze túlmutatnak a nyaraláson vagy a nyugdíjazáson. Vágyunk egy vízióra a sorsunkról, és arra is, hogy ezt a víziót felajánljuk másoknak és ajándékba adjuk. A következő sorok elég pontosan leírják ezt. Egy feladat jövőkép nélkül csupán munka. Egy jövőkép feladat nélkül csak egy álom. Egy jövőkép feladata együtt viszont megváltoztathatja a világot. Ezt a szent munkát, ezt a feladattal ellátott jövőképet keressük mind egyénileg, mind pedig közösen. Nyugati kétségbeesésünk és mélységes mély bánatunk gyökere az, hogy ritkán találunk szent munkát a magunk számára. Ha ennek a tényét nem ismerjük fel és nem tesszük a helyére, akkor a gyászunkat erőszakkal helyettesítjük. Ez az erőszak irányulhat önmagunk ellen, például függőség, öngyilkosság, mazohizmus, egymás ellen, például szadizmus, rasszizmus, szexizmus, háború, gyermekbántalmazás, etnikai tisztogatás, és a környezetünk ellen. Környezetszennyezés, fajok kihalása, erdőpusztítás. Az el nem ismert gyász depresszióban, szorongásban és az értelem nélküliség növekvő érzésében is megnyilvánul. Gyászunk elismerésével és tudatos tiszteletben tartásával megtesszük az első lépést lelkünk felfedezése és a személyes kiteljesedés felé. Első kérdésem tehát ehhez kapcsolódna, ez a szent munka, ez az értelemkeresés, ami a mai világunkból nagyon gyakran hiányzik, hogy olyan tevékenységet hosszú éveken keresztül, olyan értelem nélküli vagy nagyon könnyen helyettesíthető tevékenységet végeznek az emberek, ami az ő lelküket megnyomorítja, és egy állandó hiányérzet alakul ki emiatt bennük. Való igaz, nagyon szép ez a gondolatsor, amit elmondott, és mivel én gyerekkorom óta nagyon szeretem a verseket, sokat tanultam is belőlük, illetve sok-sok versnek vagyok a birtokában, közben eszembe jutott, mert minden életmű remek, van külön fénye, fénytörése, a mindenségnek külön része, a sok-sok milliárdból egy. Az ember az univerzum páratlan csillaga. Ennek a felismerése, hogy mi azért vagyunk a világon, azért kaptunk egy életet, hogy ezzel gazdálkodjunk úgy, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki abból, amink van, amit hoztunk magunkkal. Most hát ugye az egész felnövekedés is arról szól, hogy hogyan segítik ezt a szülők, vagy esetleg a környezet mennyire gátolja, vagy befolyásolja, de hogy tisztán kibontakozni úgy, hogy megtaláljuk ezt a bizonyos szent célt. Mert hát mi a szent cél? Karácsony Sándor, pedagógus professzor, aki hát egy csodálatos gondolatsort bízott ránk sok évtizeddel ezelőtt, Ifjúság és hivatás a könyvének a címe, az egész vagy 15 oldal egy kis tanulmány, de ragyogó gondolatokat tartalmaz. Arról szól, pontosan ahhoz illeszkedik, amit maga most elmondott, hogy az ember valójában úgy helyezkedik be a világba, hogy szeretné, hogy a képességeit valahogyan bevigye, és az cselekvő megvalósítás útjára tegye. Ezért fontos, hogy felfedezzék, hogy milyen ügyes, hogy mennyire rátermett, és így tovább. És ez a támogató folyamat, ami kihozza a lehetőségeinket, azzal indul, hogy mi kamaszkorunkban valahogy irányt veszünk, hogy mit csináljunk. És akkor itt sorolja föl azt a csodálatos dolgot, hogy mi négy szinten vehetünk részt ebben a bizonyos, hogy mondjam, önmegvalósító, vagy képességeinket teremtővé fordító úton, vagy választásban, hogy lehet foglalkozásunk majd, lehet szakmánk, lehet mesterségünk, és lehet hivatásunk, és ez minőségi fokozatokat jelent, és
végig kell szinte járnunk ezeket a fokozatokat, hogy megtapasztaljuk azt, hogy foglalkozni valamivel, ha csak azért megyünk valamilyen irányba, mert mondjuk sok pénzt kereshetünk általa, mert az anyagi javak meg egyéb kedvezmények esetleg megszédítenek minket, egy hedonista életelvet kiszolgálnak, a foglalkozás valójában nem fog boldoggá tenni, mert keresünk, még jó, a pénzt találunk, mondja Karácsony Sándor nagyon szellemesen, hogy a szakma az már olyan, hogy szerez valamilyen szakképesítést, hogy az ügyességet, képességeit belegyenek ágyazva egy szakértelmi folyamatba, mert akkor már a világ számára valaki vagy, de hogy valaki vagy szakértelmedbe, az még nem dönti el, hogy már a szent célt elérted-e, mert nem tudhatod, helyeden vagy. És egy szakma választásában most is látjuk diplomák gyűjtése sora, nem tudom hány szakdiploma meg egyéb. De hát a helyünkön vagyunk-e? De mit jelent a helyünkön lenni? Az, hogy vajon az a szakma, amit megtanultunk, az mennyire mesterség? Mesternek lenni van minta, akivel azonosulok, vagy akit követek, aki az ideálom, vagy aki megtanít, bevezet, mentorál, és ezért a személyiségünk beivódik egy viselkedés minta is, tehát a hogyan csinálás művészetéhez érünk. Hogyan? És itt jön az, amikor a személyiség maga, a személyiség egyedi fénye, szinte mint a felségjelvény olyan a szakma művelésén. Ez te vagy. Ezt csak te csinálod így. Akkor már a személyiségem benne van. És még egy fokozat van. Hát ez a hivatás. De a hivatás szógyöke a hívás. Hát ki hívott téged? Hova? Mire? És nagyon érdekes, ahogyan azt levezeti, hogy van egy hajlamunk, hát hozunk is magunkkal sok mindent potenciálisan. A hajlam hajt. És egy hívásért mi a hívás? Hogy a hajlamkereső radarja rátalál valami arra, az érdekel engem. És akkor az a mesterség, amit én művelek, az kap egy olyan fajta különös fókuszt, hogy ez az, ami a rátalálás. És az a hívás, az úgy történik, mint a Jézus hívta a tanítványait, hogy persze halászol, gyere velem lelkeket halászni. És innen jön, hogy például humán szakterületeken az ember szolgálat, az egy alapvető, hogy már nem munkáról beszélünk, hanem szolgálatról. Miért? Mert már nem csak a személyiségünk ragyog benne a felség jelvényével, hogy ez vagyok én, ezt a szakmát én így művelem, hanem ennek a csúcsán van az, hogy alázattal, szeretettel, mert amit adok, azt másnak önzetlenül adom. Hát ez egy nagyon szép keresztjén gondolatmenet, de ha nem veszük is szigorú értelemben azt a fajta keresztjén fokozatát a hivatással összefüggésben ennek a gondolatsornak, valójában arról szól, hogy beletalálni abba, ami vonz, ahol kiteljesedem, ahol szolgálok, ahol adok, és minél többet adok, annál többen van, mert úgy sugárzik vissza rám ennek az értéke. Hát ez az, amikor az ember nem kiég a munkába, hanem mint egy beleadja magát és kapuira töltéseket. Hát valami ilyesmi, és én nagyon híve vagyok annak, hogy segíteni a fiatalokat, hogy tanulják meg a személyiségük használatát is, mert a személyiség a humán szakmában munkaeszköz. És ha azt veszük, hogy van az ismeret maga, hát hozzáértés, hát azért kell tudnom a csinálás művészetét, bocsánat, hogy így fogalmazok, de az, hogy én hogyan teszem, hogyan, a hogyan az egy minőség. Azaz, hogy milyen módon tudom szolgálattá tenni azt, ami egyébként egy foglalkozás, vagy csak szakma, vagy netán mesterség. Szóval ez egy nagyon fontos tény az életben, és azt hiszem, hogy a pályaszocializációs munkám, amit én Debrecenben elkezdtem az egyetemen, persze nem úgy, hogy csak egyszerre csak arra jutottam, hogy én ezt elkezdem, hanem nekem volt egy mesterem, Mérei Ferenc, aki megtanította azt, megmutatta azt az utat, hogy hogyan lehet ezt a kibontakozó folyamatot végigvinni, és azt mondtam, a pszichológus nagyon szent dologhoz nyúl hozzá az emberi lélekhez, és ezért az ő személyisége, önismerete, és a személyiségének a munkaeszköz használata, hogy ő tudja, hogy hogyan
tud kapcsolatba kerülni és segítő módon a másik emberrel? És hogy tudja szolgálni a másik embert? Mert a módszer, amit használ, nézze, az önmagában se jó, se rossz, őszintén szólva, mert az alkalmazást teszi azzá, ugye? És hogy azt hiszem, hogy ma ebben a nagyon elidegenedett és nagyon hedonista elveket valló, és nagyon, nagyon elszemélytelenedett kultúrában az, hogy mi rátaláljunk arra, hogy hova vagyunk hívva, hol vagyunk a helyünkön, hol érezzük magunkat úgy, hogy nem is tudnék más csinálni, csak ezt. És ha ezt elérjük, akkor már az egyik lába megvan az életünk biztonságának, mert az a rögeszmém, hát ezt vallom, hogy a két láb, hogy mi járunk az életúton, és az, maga a járás is ugye olyan, mint egy egyensúlyvesztés és visszanyerés. Most az egyik lábam a hivatás, a másik lábom a magánélet. És hogyha ez a kettő nem kerül megfelelően egyensúlyba, akkor hiába van meg a tökéletesen kibontakozott hivatás és hivatásszolgálat, mert nem tudja azt betölteni, azt a rendeltetést, hogy tudnilik a szeretet oldal, a személyiség mozgósításának a érzelmi oldala is folyamatos legyen, mert ahhoz meg kell a személyes táp. A kapcsolat maga, ami páratlan, ahol én személyesen kapom meg valakitől, hogy te vagy a legfontosabb a világon, és ennek a visszasugárzása ad egy olyan erőt, hogy azt átvihetem a szolgálati területre. Család. Ezek nagyon-nagyon nagy témák, tehát most csak ez a család. Most én arra gondoltam, hogy én azt veszem észre magam körül, hogy általában ez a folyam, amit elmondott tanárnő, hogy a munkától a hivatásig, ez ritkán megy végbe természetes, organikus módon. Általában van egy törés, egy trauma, ami megakasztja az embert, és kontemplálásra készíti, önvizsgálatra, hogy ezzel elkezdjen foglalkozni. És erre is hoztam egy idézetet, mert hogy általában kell egy ilyen ráeszmélés, hogy elinduljon az ember ezen az úton, amin jó esetben, mondjuk a régi kultúrákban erre voltak a beavatási rítusok, hogy ennek volt egy folyamata, hogy lehetőleg ezen a pályán maradjon az ember, és ne kelljen egy hatalmas nagy kerülőt tennie. Ugyancsak Bill Plotkin csak egy másik könyvéből ez a természet és az emberi lélek, mert hogy azért vannak itt rendszer szintű problémák, amik nem abba az irányba terelik az embert. És akkor itt jön ez az idézet. Személyes lelki növekedésünk megtorpanása az ipar a termelés növekedését szolgálja. Ugye ez itt ez egy ellentét. Az emberi személyiségfejlődés természeti dimenziójának elnyomásával, például reklám, oktatási rendszer, természeti környezetet elhomályosító hivatások és időtöltések, az ipari növekedésre berendezkedett társadalom infantilis, éretlen polgárokat szül, akik képtelenek elképzelni egy olyan életet, amely túlmutat a fogyasztáson és az emberi lelket megnyomorító munkán. Ebben az értelemben munkán, amit tanárnő is említett. Emberi természetünk figyelmen kívül hagyása még annál is nagyobb akadálya a személyes érési folyamatnak, mint a beavatási rítusok modern elvesztése. Mindez ahhoz a tragédiához vezetett, amellyel ma szembesülünk. A legtöbb ember elidegenedett önmagától, tehát nem ismeri föl ezt a hívást, ami benne van a lelkében, illetve, vagy a saját lelkétől, az emberiség egészen pedig elidegenedett attól a természeti világtól, amely mindig is a léte fenntartója volt. Tehát, hogy van egy olyan társadalmi rendszer, ami nem segíti elő ezt az organikus folyamatot, amit leírt a tanárnő, hogy ezt hogy lehetne valahogy kijavítani úgy, hogy nyilván az ilyen makrogazdasági, meg hogy a kapitalista rendszer, ez majd valószínűleg egyszer össze fog omlani, mert fenntartatatlan, de addig az ember valamiféle fogódzót találjon, hogy ezt az utat bejárhassa. Az igazság az, hogy egyrészt a magva, amit felolvasott, mind ennek számomra, mint üzenet az, hogy önvizsgálat, önismeret nélkül valójában az ember kiszolgáltatott lény, szélfutt a levél, bármi hat rá, az a veszély előáll, hogy az identitása nem egy stabil, hanem egy kaméleon identitás, mert mindenfajta csábítások, mint a reklámról írt meg befolyásoló tényezők, a ráömlő millió befolyásoló tényező hatására nem tud igazán választani, hogy merre, hogyan, és ha nincs egy megfelelő iránytű, ami az én iránytűmben sőből vezérel, ugye Magyar József Attila. Tényleg úgy gondolom, hogy ha nincs egy belső iránytű, akkor nagyon elveszett az ember. Most hogy alakulhat ki, és most válaszolok a kérdésére érdemben, hogy alakulhat ki valami olyan, ami felnövekedésünk során is
ami lehetővé teszi az út maga, lehetővé teszi, hogy mi valóban védekező képes, és az elidegenedéstől, a konzumizálódástól, és mindenfajta ilyen jelenkori ártalomtól magunkat megvédeni, és egymást megvédeni képes lények legyünk. És akkor itt arra gondolok, hogy ugye ez az áldott szocializációs út, aminek, ha van igazán fészke, ugye a szociális uterusz ez a család. Ha a család megfelelően működik, akkor az a pici kis szellemi műhely, amelyik úgy vezet végig, hogy a szülő felelősége, szeretete és felelőssége, hogy a legjobbat akarja nekünk, és mi tulajdonképpen letöltjük a szoftvereket, átvesszük a mintákat. És itt a felnövekedés, a szakaszok, hogy mikorra érek be arra, mikor érik be a személyiség arra, hogy majd aztán a munkaterületén a legjavát tudja adni, vagyis hogy legyen egy valami szent feladat vagy tevékenység, igen. És hogy ehhez nagyon sajnálatos valóban, hogy a legfontosabb elemeket, tradicionális, rituális elemeket valahogyan sorra elveszítgettük az idők során. Az utóbbi, mondjuk 300 évben rengeteg veszteség történt e tekintetben. Utalok a beavatási rítusokra. Óriási a jelentősége, bizonyos kultúrákban, nem tudom, tudja, hogy Tahitiben például, nem tudom, éle még a rítus, de a szakkönyvek szerint az volt a szokás, hogy megszületett a baba, fél éves korig lesetették a semmiféle tárgyi, materiális dologba, mert tartották azért, hogy kézről kézre járt, és a szolgálta a rokonság mindenki, hogy a baba ne érjen földet. Volt egy kultikus üzenete, hogy a rossz szellemektől meg legyen védve, de a rítus mi volt? Fél éves korban nagy ünnepséget rendeztek, megérkeztél az emberi világba, szeretettel köszöntünk téged, onnan kezdve már a föld fia lehetett. Föld fiának lenni az egyben egy beavatás, hogy most már megérkeztél közénk. Na most nem csak a megérkezési rítusok, a bármiféle rítus, amelyik tagolja a fejlődést, amelyik társadalmi szempontból is mindenki szemében engem elhelyez, hogy hol vagy te most. És hogy egyáltalában életkorok tekintetében a szakaszolás, hogy mikor tekint téged a társadalom egy öregnek, és mikor tekint téged a társadalom egy érett és ivarérett, vagy már fiatal felnőttnek. És ugye ezek a rítusok, ezek nagyon kártékonyan kihaltak. Megint Mérei Ferencre kell hivatkoznom, aki azt tanította, hogy noha nincsenek rítusaink, de amikor valaki a kamaszkorban, a lányod, ugye, amikor már nagylányjá lesz. És ezt ugye általában az anyuka tudja meg hamarabb, amikor az édesapa megtudja, akkor valami maradandó szép ajándékot vesz a lányának, átadja kicsit ünnepélyes körülmények között, és onnan kezdve már azt mondja, én már téged felnőtt nőnek tekintelek. És ez azzal is jár, hogy már ő nem mutatkozik akármilyen kis lenge ruhában vagy szerelésben a lánya előtt, megadja a kellő tiszteletet a lányának, és hogy ezzel már azt a válaszvonalat meghúzza, hogy te már most a családból majd kifelé tartasz, és majd választasz valakit. A fiúk esetében áldásadás. Ha maga tudná, hogy milyen tapasztalataim vannak pszichodráma csoportokban, ahol olyan helyzetekben, ahol apa nélküliség, apa hiány, apa seb, Noémi kifejezésével élve, ugye apa seb, amikor tényleg úgy érzi a fiatal, hogy valami olyan erőt, támogatást nem kapott meg, ami annyira kellett volna neki, és akkor virtuálisan megtörténik az apa belépése az életébe, és virtuálisan játékban, ugye demonstrált egy játékot, modellezzük a helyzetet, hogy megjelenik az apa, aki hiányzott, az apa, aki minden olyat, amitre a fiának szükség van, megadja, és azt mondja, amikor a fiú nagykorú lesz, hogy és most megáldalak téged, és mint felnőtt férfit útjára bocsátalak.
hát még azokat az érzelmi megmozdulásokat, amiket én tapasztaltam, a róla szólás is könnyeket csal a szemembe, hogy szükségünk van arra, hogy elvigyük az apai áldást, hát a Bibliába olvassa ezeket a történeteket, ugye, hogy milyen fontos az elsőszülöttség, az áldás, hogy be kell tagozódni a felnőtt világba. És ugye a irigylésre méltó, ugye a zsidó kultúrában a bármit szó, ami igazi nagy család és össznépi ünnepség, ahol viszont nincs mese onnan kezdve felnőtt, és úgy veszik őt számba, és ugyanazt elvárják tőle, mint a felnőttektől elvárják. És így lehet valahogy elérni oda, hogy felnöveszt a világ, felnöveszt, hogy ad, betagol, és elvárásokat ad, és ezért kipróbálom magam, és megküzdök, és átlépek a következő fokozatba, és így lépek át a hivatás fokozatba is, mert hogy lesz valami, amit elkezdek csinálni, a munka, ami felé tartok, és ebből nem esedem ki, és emelkedem föl oda, hogy értelmet találok, és végül is én nekem a csúcs az értelem megtalálása. Mert hogy mi végre élünk? Őszintén szólva, hát ha most föltesszük a kérdést, hogy mi az élete értelme? És akkor legalább két kérdésre kell tudni válaszolni ezen belül. Maga kiért él, és miért él? Hogy kiért él, az a szeretett kapcsolatok, a család, a érzelmi oldal, egyik lábunk, hogy úgy mondjam, a életmenetben. És a miért élek, az arról szól, hogy az, amim van, mennyit tudok hálásan visszaadni a teremtőnek, aki engem életre hívott, mert én se akartam, te se akartad, egyikünk se akarta, de itt vagyunk. Akkor ez a rendeltetés, ennek a felismerése, a felelősség, hogy akkor a tőlem telhetőt megteszem. És így valahogy kerekegész a világ. Mert ha én teljesítem ezt a küldetést, hát ha nő vagyok, akkor mi a küldetésem? Mert olyan biológiát kaptam, ami nagyon alkalmas arra, hogy én gyereket szüljek. De egy magam ki vagyok, senki vagyok. Hát hol van az a pár, aki az én küldetésembe teljesíti? Hát az a másik, ugye? A szeretett kapcsolat a pár. Na, én nem megyek tovább ebben a gondolatmenetben. Szóval mert hosszas leszek, és akkor esetleg elveszem a lehetőséget, hogy kérdezzen engem. Tehát, hogy akkor a normalitás felé ezek az utak. Tehát van egy hivatás, és van egy családi vagy magánéleti kapocs. És akkor erre mondhatjuk azt, hogy akkor teljes kerek egész, ahogy mondta, kerek egész az ember, kerek egész az élete, és nincsen hiányérzete. Mert hogy ugye ma azt látjuk egyrészt a médiából, illetve a Instagram, Facebook, hogy van egy mutatvány élet, amit mutatunk, és közben hát nagyon sokszor hatalmas nagy szakadék van a belső megéltség tekintetében. Tehát, hogy nem fedi egymást. Bizony, igen. Amit mutatnak, és ami valójában van. Szóval, hogy ez lenne akkor a normalitás, hogyha jól értem, a normális ember. Hát igen, de ugye ma a normális fogalma nagyon meg van hurcolva. Mert ugye azért még statisztikai értelemben is a normális, az a többség. És ha meggondoljuk, akkor a társadalmi berendezkedések úgy néznek ki, többnyire úgy néznek ki, hogy a főtörvényt a többség határozza meg, mégpedig úgy, hogy parafálják és jogi formulákba, paragrafusokba rögzítik, és előírássá teszik azt, hogy mi az, ami egyébként a pozitív, egészséges, testileg, lelkileg, kapcsolatilag egészséges emberi fejlődéshez kell. Ezt akkor befoglalják paragrafusokba, és ezek lesznek a nagy előírások. És ugye egyik oldalon a törvény, a másik oldalon a közvéleményi hatás. A közvéleményi hatás irtózatosan erős. Olyan, ami meg is folythat, meg ki is közösíthet meg. Tehát tudjuk, hogy az emberek mennyire félnek attól, hogy megmondják-e, hogy mit gondolnak, és amikor van egy gondolat, ami ellen tiltakozunk, észrevehetjük, hogy így egymás között mondjuk, jaj, ez nem ide, hogy micsoda hülyeség, hát nem áll, meg ilyenek, de nem áll ki senki azért, mert félnek. A senki, most visszavonom, mert a senki nem érvényes szó, azért nem érvényes, mert egy valaki is már valamit megtesz, akkor a senki fogalom nem érvényes. Már csak közbevetőleg mondom, hogy vigyázni kell a nyelvi kifejezésekkel, de hát tudja, hogy van egy nő, könnyebben használ ilyen kifejezéseket, mert érzelmi agyi vezérlésű. Most ezt csak közbevetőleg mondtam igazán. Igen. Tehát a normális. Hát a most normális. A normálist elveszítettük. Igen. Hogy veszítettük el, hogy
bele mar a normálisba egy olyan fajta állandó igyekezet, hogy például most nyugodtan hadd beszéljek erről, a gender kérdés, hogy bele mar a normálisba az a szándék a kisebbség részéről, 2,5-3%-os kisebbségről van szó, például a nemi identitás szempontjából, hogy hadd legyen a különböző eltérő szexuális ízlések, orientációk, hordozói személyiség, hadd legy tartozzanak a normálishoz. Na most, ha a normálisnak a fogalmát, a határait kitágítjuk, akkor elveszítjük a jelentését, a jelentőségét a normalitásnak. Mert a normalitás a többség által elvárt, meghatározott jogilag, most nem ismétlem magam. De ha még belefér más is, ami egyébként nem az egészséget szolgálja, vagy esetleg olyan, ami nagyon keveseknek az létélményét szolgálná, akkor ártunk vele. Tehát, hogy a kisebbség ne határozzon meg főtörvényt, vagy ne próbálja a főtörvényt nagyon befolyásolni, mert sajnos azt úgy nevezik, hogy diktatúra. Nagyon sajnálom, nem én találtam ki, ez így van. Le van írva, hogy mi a diktatúra. Most ezért a normálisnak ilyen megsebzése nagyon veszedelmes, mert az azt várja tőlem, ha a kisebbség ereje ilyen nagy, hogy mondd azt, hidd azt, valld azt, amit én akarok, és ha nem azt teszed, akkor megbüntetlek. Stigma. És ez egy nagyon veszélyes procedúra. És itt azt hiszem, meg is állok, mert hogy egyszerűen mindenfajta ítélkezés nélkül csak szeretném azt megvilágítani, hogy mennyire nagy jelentősége van annak, hogy mi a normálist nagyon határozottan próbáljuk védelmezni, vagyis akár egy statisztikai átlag, akármi más alapján védelmezzük. Beszéljünk egy picit a hitről, mert hogy ugye ez fontos, egyrészt, hogy a hit és a pszichológia, hogy ez hogy, mint a tudomány, illetve a hitnek a viszonya, illetőleg, hogy tanárnő határozottan elkülöníti a vallásos hitet az általános hittől. Hát ez az, amit én... nem győzök hangoztatni az előadásaimon, hogy álljunk meg egy pillanatra, hogy mi az az emberi értékkészlet, amivel mi élünk. És hogy az emberi minőségek, például, hogy hogyan viszonyulunk az embertársainkhoz, önmagunkhoz és a világhoz, hogy van egy minőségi dimenziója az embernek. A materiális dimenzió egy horizontális tengelyt rajzolhatok meg, de a minőségi dimenzió az ugye az a fajta magasba törő és a konkrét földhöz ragadt materiálistól eltérő, mert míg a materiális dimenzióról beszélek, addig mérhető, adatokká tehető, különböző tudományos, mondjuk vegyük a pozitivista, empirista ugye kutatás szemléletet, ami ma erősen dívik, és még tartja magát. De hogy ugye ez azt mondja, tegyél adattá mindent, és akkor bizonyíts, és a bizonyításoknak a matematikai, statisztikai számmisztikájába és bűvöletébe aztán ki is hozzuk, hogy mennyire szignifikáns, és így tovább. Na most azért is említem ezt, mert itt a tudománynak is a óriási szerepe van, ami világunkban, és nem becsülhetjük le. Igen, de a tudomány azt a spirituális dimenziót, ami viszont minőségeket hordoz. A minőségek meg nem materializálhatók könnyen, vagy jól, vagy egyáltalán nem. Most, ha én ilyen emberi minőségeket felsorolok, hogy szeretet, szánalom, irgalom, embertársi entuziazmus, segítőkészség, szóval a jóság, meg ilyen ságség általánosító fogalmak, ugye mértékletesség, igazságosság, becsületesség, bátorság, ugye a görög nagy gondolkodóknak vehetem. Az erények, Arisztotelianus erények. Na de nézd, a boldogságpszichológia visszahozta az erények. Bele a pszichológiába. De most csak ezt a hit kérdését szeretném, nem térülök el tőle, a hitről van szó, hogy az embernek
az a képessége, hogy előre tud tekinteni, tervezni tud, hogy van egy jövőkép, hogy van egy szándék, hogy mivé legyek, kivé legyek, mit adjak magamból munkában, ugye egyik láb, a szeretett kapcsolatokban, családban, mit építsek, hogyan építkezzem az életben. Ennek az erőrendszerét azért adja a hit, mert a hit nagyon egyszerűen meghatározható azzal egy példával, hogyha én magát megkérdezem, hogy mit gondol arról, élni fog-e holnap, akkor maga habozás nélkül belülről szól a hang, hogy persze, de bizonyítsa már be. Ez a hit, hogy nem tudom bebizonyítani, de a meggyőződés bizonyosságával hat bennem, hogy igenis egy erő, ami éltet és visz tovább. Nos, ez ami gyönyörű Isten áldott a képességünk, hogy tudunk tervezni. Képzelje, van olyan kutatás, ami csak azt kívánta, 10 évre tervezd meg az életedet, hol szeretnél lenni. Na, egy 10 éves jövőterv. A vizsgálati csoport egyik része óckodott tőle, és nem akarta ezt, és valahogy nem volt, visszautasította. Mondta, hogy haszontalanság, minek örüljünk, hogy élünk egyik napról a másikra, nincs jövőterv. Vagyis nem tudta a jövőre kinyitni az ablakát, hogy úgy mondjam, és nem tudott előre tekinteni, vagyis ez a fajta bizalom, bizakodás, reménység, hit, képesség nem működött elég hatékonyan. A másik csoportnál, meg hát úgy, ahogy maga is én is, hát megmondni én, ha még adatik, megmondom, hogy mit szeretnék az elkövetkező 10 évben, ha megadatik. Az a csoport, amelyik aztán persze csinálták a vizsgálatokat, hogy egészségi állapot, stresszeltség, boldogság, jóllétnek nevezi a pszichológia inkább a boldogságot 2L, jóllét 2L, tehát egy életminőség, hogy hogy érzi magát az ember a bőrébe. Ezek voltak azok a tényezők, amiket vizsgáltak. És a következő derült ki, hogy azok az ember, az a csoport, 10 évről van szó, ez egy lassacskán már egy generációs sáv, idősáv. Azok, akik el tudták képzelni, leírták, és így tovább, egyrészt érdekes módon sok mindent már meg is tudtak valósítani belőle, de ez csak az egyik oldal, mert nem erre ment ki a vizsgálat, hanem hogy lényegében ők milyen egészségi állapotban és lelki állapotban vannak. És kiderült, hogy ebben a csoportban, ahol tudták a célt, vállalták, előre tekintettek, művelték is eléggé, senki nem halt meg, és bizonyos betegségek szignifikánsan kevésbé fordultak elő. A másik csoportban, majd mondom mindjárt, hogy ugyan azok, akik nem tudnak tervezni, nem mernek, nincsen jövőkép, a hit nagyon hadilábon áll bennük, mint egy magasrendű emberi képesség, nem merik működtetni, nincs reménység. Életbátorság. Gondolj el, hogy azoknál többen meghaltak, a szív- és keringési zavarok, a daganatos betegségek, az addikciók és a depresszió szignifikánsan gyakrabban fordult elő abban a csoportban. Hát most belehalljunk az életünkbe? Ne halljunk bele. És mi az, ami segít? Az előretekintés, a hit, a tervezés és itáv. Ennek van persze a hitnek egy spirituális működtetési iránya is, hát nyilván az a fölfelé, előre és fölfelé tekintés, ami, ahogyan mondják, a reménységnek is az összetevői, eredői, vektor, nem, összetevői. Az eredő az majd a kettőből lesz. Az egyik, hogy előrefelé, a másik, hogy fölfelé, és ennek lesz aztán egy eredője, amelyik mindig egy kicsit fölfele, előre és fölfele mutat. És hogy ezért ha mi ezt a dimenziót komolyan vesszük, hogy már nem a anyagi, nem a materiális, hanem hogy mit hiszel az életben, kinek hiszel, minek hiszel, kiben bízol, és így tovább. Tehát ez az egész emberi minőség, csak a minőségről van szó. Nem megyünk a materiális szintre, csak a minőségről. Tulajdonképpen, mikor önvizsgálatot tartunk, vagy önismeretet próbálunk szerezni, éppen ezeket a minőségeket kutatjuk, vizsgáljuk, hogy milyen nívójú ember vagy te. Ugye Áprili Lajos a költő mondta, legyünk fenn az ember magasán. Igen, de mivel vagyunk fönn? Hát, hogyha ismerjük és használjuk és működtetjük ezeket a csodálatos minőségeket, képességeket magunkban. Beszéljünk egy picit a pszichológiáról is. Hoztam egy másik idézetet, ez kivételesen magyarul is megjelent, ez a Brad Blanton nevű szerzőnek a Radikális Őszinteség című könyvéből.
Nekem ez sajnos csak angolul van meg, úgyhogy saját fordítást hoztam. Terápiáról szól, hogy mikor van vége a terápiának, mi a célja. Terápiának akkor van vége, amikor az ember már nem kívánja mindenáron azt, hogy a többi ember más legyen, mint amilyen valójában. Egyes pont, második pont. Megbocsát a szüleinek és korábbi partnereinek. Hármas pont. Önmagának vindikálja azt a hatalmat, amellyel működőképessé tudja tenni a saját életét. Négyes pont. És felelősséget is vállal ezért. Szerintem ez egy elég jó definíció. Abszolút. Emellé már csak az Ericssonnak az identitás meghatározását tehetem le, akinek az tulajdonképpen az identitás fogalmat létrejöttét köszönhetjük, mert ugye azt mondja, mikor vagy te felnőtt? Ha tudsz már felelősséget vállalni, elköteleződni és szeretni, a másikat szeretni, nem önmagadat természetes, de nem úgy, mint egy gyerek, aki úgy szereti a világot és magát, hogy mindent magának szeretne, hanem ezen túllépve, amim van szeretetben, azt már a másiknak adom. Felelősséget vállalok és elköteleződöm. És lényegében ezek a minőségek benne vannak, amit a terápia végének vagy eredményének sugall az író. Rendszerváltás óta, hogyha megnézzük a magyarországi pszichológiát, akkor most, ha megnézzük, akkor hogy állnak a magyar emberek a pszichológus szakmához, és elmernek-e menni pszichológushoz, vagy még mindig egy stigmaként jelentkezik az, hogyha valaki biztos azért megy el, mert nem normális. Tehát, hogy mindenkinek fontos lenne, én mindenkinek szoktam ajánlani, hogy menjen el pszichológus, ez foglalkozzon a saját lelki egészségével, hogy ez a stigma, ez még jelen van-e, vagy az elmúlt több mint 30 évben azért ez jó irányba változott, mert hogy Amerikában ugye a Woody Allen filmjei, ugye állandóan ezzel viccel, hogy hát persze a pszichológusonnál. Tehát, hogy mintegy, ez egy a mindennapi élet része, nem egy különlegesség, nem egy stigmatizált valami. Ez hogy néz ki a mai ma hát Magyarországon? Hát úgy, hogy 55 évvel ezelőtt a pályám kezdetén, amikor én a szolgáló alkalmazott pszichológiába, a klinikumba beléptem, még abszolút egyértelmű volt, hogy a pszichiátriát összekeverték, a pszichológ egészen összekeverték. Tehát egy mit keresel te pszichológusként? Ja, igen, akkor te egy elmebetegekkel foglalkozol. Tehát ez a fajta tudás is hiányzott, a megkülönböztetési képesség, hogy a pszichiáter elmegyógyász alapvetően orvos, a pszichológus az a lelki működéseknek a tudományával foglalkozó bölcsészettudományi egyetemet végez, és mint alkalmazott pszichológus gyógyszert nem ad, tehát semmiféle invazív vizsgálatot nem végez a másikkal, na mindegy, de hogy ez a különbség, ez egybe mosódott. Igen, és ezzel egyidejűleg az emberek fejében az is, hogy diliflepni. Hát ez máig is még egy használatos fogalom, de egyre kevesebben használják. Tehát az elmúlt évtizedek során a hányattatott sorsú, nem szerencsés sorsú magyar pszichológia, mert nem szerencsés a mi szakmánk sorsa, egybevetve más országok pszichológusaival is állíthatom ezt, hogy nem szerencsés a mi szakmai fejlődésünk, de mégis azért elértük azt a szintet, hogy túlnyomóan olyan hatásokra is, ahogyan nyugatról is kicsit betörtek ezek a bizonyos pszichológiai felvilágosító, tájékoztató, ismeretterjesztő anyagok, könyvek, egyebek. És a hazai kultúrában is az, hogy pszichológushoz elmenni egyre inkább már, különösen hát bizonyos rétegnél, a társadalmi rétegnél, ahol elvárássá vált az, hogy te a magad létkereteiben egy minőséget képviselj, tehát nagyon jellegzetesen először egy értelmiségi szinten kiinduló érdeklődés, és ennek megfelelő pszichológus igény bontakozott ki, és aztán ez átszivárgott, és egyre inkább különösen a gyerekeinkkel kapcsolatban, a gyerekpszichológiában óriási fellendülést hozott az, hogy a gyerekeinkkel problémák adódtak, és akkor ugye most kihez, hogy ne stigmatizálja a pszichiáter, ne adjanak a gyerekeinknek ilyen olyan gyógyszereket, hanem ha lehet, a legkülönbözőbb, a fejlődés bukdácsoló kis apró
problémáit, hogy iskolafóbia, hogy óvodában egy regresszió, hogy ugye a gyerek fél az új helyzettől, és akkor már mint kisbaba úgy viselkedik, és hasonlók, amik hát természetes velejárói a bukdácsoló fejlődésnek, amelyik ugye szinteket ugrik meg, bizonyos biológiailag programozott szinteket ugrik meg, és az átugrások azok a krízis szakaszok, erről is Erikson munkássága alapján kaptunk igazi szakmai beavatást, és nyilvánvaló, hogy így a gyerekek felől a szülőknek a gondoskodó szükségletei, hogy segítsenek, mit csináljak a gyerekkel. És akkor ugye, ahogyan kibontakozott az a kultúra is, hogy előbb-utóbb rájöttek a szülők is a gyerekek kapcsán, hogy de hiszen a mi családi életünknek a zűrjei a gyerekben lemintázódnak. Tehát ő a leggyengébb pont. Ő az, aki hordozza a mi összes hibánkat, már nem mondom, hogy bűneinket, de hibáinkat. És így valahogy ezt tapasztaltam, hogy a gyerekek felől a szülők felé, és valahogyan egyfajta igényszint kezdett úgy kiterjedni, hogy az emberekben ez az önismereti igény, főleg az önismeret kapcsán. Az ideális az nem az lenne, hogy először a szülő vizsgálja meg önmagát, hogy azokat a mintákat ne adja át? Tehát, hogy akkor ezen a következő lépés, nem. Igaz? Dehogy is nem. Hát az egész menetrendet is tulajdonképpen valahol el kell kezdeni. Igen. És akkor ott, hogy most kezdhetnénk a pici babánál is, ne ott kezdjük, hanem az anyukánál, aki meg apukánál, tehát mielőtt még megszületik a gyerek, az, aki a szülő lesz. Anya leszek, apa lesz valaki. Az előtt legyen egy olyan fajta szintje az önismeretnek, amiben, mert, és akkor hogy mondja meg, hogy mi az, hogy mit értek én önismeret alatt? Uh-huh. Mert ugye hát általában az emberek gondolják, arra a kérdésre válaszolunk, hogy milyenek vagyunk. Na nem, hanem hogy lettem olyan, amilyen vagyok. És ha bajom van magammal, hogy mondjuk nem vagyok eléggé toleráns, könnyen indulatba jövök. Közben megrontom az emberi kapcsolataimat, mert szeretem a másikat, nem akarok ilyen, honnan hoztam, miért csinálom ezt? Ez egy igazi probléma, és tele vagyunk ilyen önvizsgálati kérdésekkel. Miért így, miért úgy, de a miért nem jó kérdés, hanem a hogyan, mert az emberi dolgoknak története van, és nem oka. Természettudomány egyik oldalon okláncolat, és embertudomány, humántudományok, bölcsészettudomány, az ember a maga összetettségében, okok bonyolult szövedékéből előálló történet, hogy valami hogy lesz olyan, amilyen, hogy leszek én olyan, amilyen, és hogy ennek a haszna elmondhatatlanul nagy. De azt is elmondhatnám, hogy az önismereti út, amikor is valaki segít nekünk, mert hogy hiába füröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat, mondja József Attila, tehát igenis kell egy vezető, egy mester, egy valaki, aki kísér engem és vezet. De a pacing leading, vezetni, kísérni, szóval ez egy bonyodalmas, egymásba fonódó folyamat. Ez az önismereti út. Tehát szülő, felkészülten, önismeret birtokában tudja nem csak azt, hogy ő hogyan fejlődött, hanem hogy bizonyos fejlődési szakaszokban mik azok, amikről tudnia kell, majd bekövetkezik a babánál, és hogy lelkileg, érzelmileg felkészülni és tudásban felkészülni, tehát szülők iskolája. Ugye itt nincs jogosítvány, hogy szülő vagy. Az autóvezetéshez még állandóan ellenőrzik is, hogy még friss-e a tudásod. És hogy sajnos azt kell mondjam, hogy ez egy borzalmas nagy hiány, tehát kellene, hogy legyen szülők iskolája. Igen, de mikor az a baba már cseperedik, őt is rá kell vezetni olyan ismeretekre, amik az ő lelki rendszerének a gyarapodását, fejlődését szolgálják. De én okos szülőként, majd pedig okos pedagógusként, itt jön a pedagógusoknak a műveltségfokozása. És lényegében alkalmazott pszichológiáról beszélhetünk a pedagógia esetében egyik oldalon, mert ha nem jól vezetem és kísérem azt a
tudásgyarapító folyamatot, ha a személyiségem nem munkaeszköz, megnézhetem magam, hogy mennyit adtam át, mert az ismeret önmagában se jó, se rossz. De ha ez az ismeret olyan, ami olyantól jön, akivel van egy fajta érzelmi kötelékem, az megmarad, az beragad, és azt megtartom. Szóval, hogy lényegében úgy is lehetne általánosítani, hogy az élet egy óriási szocializációs folyamat, ahol mindenkinek megvan a maga feladata, és így kísérhetjük az egyes korszakokat is úgy végig, hogy mindenkinek, mondjuk vegyük a pályaválasztás idejét. Korán történik a kényszerű pályaválasztás, korán. Tehát nincs szinkronban a pszichikai fejlődés és a személyes választás és döntés képessége, és hogy lehetne például, csak egy példa, hogy lehetne szinkronba hozni, hogy akkor döntsön, mikor már elég érett arra, hogy tud dönteni. Ehhez viszont az kellene, hogy mielőtt egy pályát álmaiban megválaszt, mondjuk elmegyek pszichológusnak, akkor legyen szíves egy évig dolgozzon úgy segédként valahol. Valahol úgy, hogy bele tudjon valahogyan kóstolni abban, hogy mi ez? Hogy nem a vágyak vágya, álmok álma, hanem mi az, amikor egyáltalán tudomást szerez arról, milyen az, mikor valaki lelki életébe belépünk, de azt hogy kell csinálni? Nyilván úgy, hogy ő maga belép olyan szerephelyzetekbe, nem kotorászik a másik ember lelkébe, olyan szerephelyzetekbe, ahol például azt a képességet kipróbálhatja, hogy ő milyen kapcsolatban hogy tudhatni a másikra. Tehát pályaszocializáció, előkészítés, egy évig nem vennék föl senkit igazi egyetemre, hanem előtte az adott pályának megfelelően menj és kóstold meg. És ezek után, hogyha azt mondja, hogy szeretné, akkor... Hát világos. Akkor biztosan kevesebben hagynák el a pályát. A pályaelhagyási krízis, a korai kiégések, egy csomó dolgot már meg lehetne akadályozni. Átvezetésként az utolsó témánkra tanárnő transzpersonális pszichológiával is foglalkozott, ami egy novum volt, és ez egy nagyon jó tanulmánykötet ebbe, ezt ön szerkesztette és írt is bele a tanulmányt, mert hogy tanárnő mindig is hangsúlyozta a vertikális dimenziót, erről beszéltünk itt, a spiritualitásnak a dimenzióját. Igen. És ugye erről voltak kurzusok is, és ez fontos volt a Károly Egyetemnek a pszichológiai intézetét ön hozta létre. Szóval, hogy miért jelentős ez a transzpersonális pszichológia a pszichológia történetében, és akkor majd ez átvezető téma lesz az utolsó nagy témánkra, ami meg tanárnőnek egy nagy projektje volt, ez az összetartozás temploma. Szóval, hogy ez a spiritualitás ma hogy tekintenek a transzpersonális pszichológiára a pszichológián belül, hiszen azért ez nem egy annyira elfogadott ág, mint mondjuk a viselkedéstudomány, vagy pedig a pszichoanalízis. Ez így van, a magatartástudomány az, és a kognitív pszichológia az, aminek az éráját éljük, ez a korszak, és ezért a transzpersonális pszichológia nagyon háttérbe szorul, mindazáltal létezik, él, és létezni is fog, mert hogy nyilvánvalóan úgy kiírthatatlan, mint ahogy az embernek van spirituális dimenziója, és akkor is, hogyha egy materializált világképbe és egy túlnyomóan materiális világnézeti kultúrában élünk, ahol sajnos az ateizálódás elég veszedelmesen folytatódik, ebben a kultúrában el kell fogadnunk, hogy jelenleg itt tartunk, de ez csak a kultúra, és a kultúra az tulajdonképpen lenyomatot hoz létre az emberi lélekben, és ezért a világnézetek egyedileg, ha megvizsgáljuk, azért eléggé távol állnak attól, hogy a spirituális dimenzióval foglalkozzanak az emberek. Pedig gondoljunk már bele csak azt, ha fölteszel egy önreflektív kérdést magadnak, önreflexió, valami, amit megkérdezek magamtól, lelki szerveket kezdek el működtetni magamban. Mert mi a lelkiismeret? Az is egy lelki szerv, tehát az egész lélektan úgy is konceptualizálható, hogy az emberi lelki felépítményben lelki szervek működésének és összhangjának a kialakítására kerül sor a szocializáció során. A lelki szervek működtetése azt jelenti, hogy bizonyos minőségek működnek bennem. Kérdezem, hogy miért tetted ezt vagy azt? És a lelkiismeret megszólal, és az, hogy a bűnös vagy, hibáztál. A bűn fogalma nem csak vallási fogalom, nyilvánvalóan a bűn fogalma tágas, mert a hibázások olyan széles sorát foglalja magából, ember ember ellen, élet ellen fordul. Mert ugye az élettörvény mit mond? És ez vallástól független, mindentől független az élettörvény. Megszülettünk, vagyunk, és hogy vagyunk, felelősséggel tartozunk azért,
a saját életér, a mások életéér, tehát védeni az életet, vigyázni rá, megakadályozni a bántalmazását, a sértését az életnek, és tovább vinni az életet. Ezt mondja az alapvető törvény minden filozófia lábazatában ezzel, különben nem tudnánk diskurálni arról, hogy ki az ember, mi az ember, és így tovább. De állandóan ezen dolgozik tulajdonképpen a szellemtudomány, hogy próbálja meghatározni, ki az ember, mi az ember. A transpersonális pszichológia középpontba állítja ezt a többdimenziós embert, akinek nem csak materiális dimenziója is van, hanem vertikális, spirituális dimenziója is, és a humanisztikus pszichológiának a nagy mestere és atya Maslow volt az, aki először ezt a szerkezetet fölállította, ezt a modellt fölállította, hogy valójában az ember a személyes fejlődésében is eljut oda, ahol 10 éves kor után addig önismereti zárlat van, de ahol elkezd valahogy hogy önmagára ráeszmélni. Már kilépett a röközkötött valóságából, amibe be van ragadva, hogy megmondott-e, hogy én milyen vagyok, megmondja a másik, a tanítónéni, akárki megmondja, milyen vagyok, már nem, majd megtudom, hogy milyen vagyok. És az önreflexió révén elkezdem építeni a saját szellemvilágomat, spirituális világomat, vagyis, hogy kitágul a világ, és a kamaszkornak abban a különleges nyugtalanságában egy 15 éves szorongó fiú mondta ezt nekem. Doktornő, magyarázza már meg, mi ez a nagy katyvasz? Ezt is azért idézem ide, mert nem értjük a világot, és a világ megértésére akarunk valami tartalmat, majd lesz is róla tartalmunk, de ugye eljutunk oda, hová én is, te is, minden ember eljut, hogy van egy szint, amíg tudunk választ adni, a tudomány segít, választ adunk, de van egy szint, ami fölött senki nem tud semmi biztosat. Na, itt kezdődik, hogy viszont van véleményünk róla, ezt nevezzük világnézetnek. És így a saját világnézetünkben, ami kialakul, megfogalmazódik, és közben a saját világomat is lehatárolom az identitásban, hogy ki vagyok én, milyen módon gondolkodom emberről, másik emberről, a világról, és hogy cselekszem. És itt van az etikai rendszernek óriási jelentősége, és ezért azt mondhatnám, hogy az etika a minőségek megcselekvésének a módja, ellenőrzési módja, hogy jó ember vagy, rossz ember vagy, milyen vagy. És hogy valójában ugye én, aki református hívő, gyakorló református vallásos életet élő nő vagyok, a legnagyobb nyitottsággal azt mondom, hogy hiszem és hallom, minden emberben van spiritualitás, hogy ő ezt fölismeri, hogy ő ezt, mint kérdést fölteszi-e magának. Nézze, valójában az ateizmus is hit, egy vélemény, egy világnézeti állásfoglalás, miről? Emberről, világról, világkeletkezése, honnan jöttünk, hova tartunk, mi a célja az életnek, de az identitás is ezt a kérdést teszi föl. És azt a kérdést is, hogy mi végre élsz? Mi az életed értelme? És az identitásnak a egyedi személyiség kereteiben azért van jelentőség, hogy meg tudjam fogalmazni azt, amit már Luther Márton is így fogalmazott meg. Itt állok, másként nem tehetek. Miért? Azért, mert vagyok, aki vagyok. És egy olyan felelős személye, létezménye vagyok a világnak, hogy ez a felelősség az, ami köt engem ahhoz, hogy tudja a másik, ki vagyok, és tudjam hasznosítani azt, amim van. És ezért én az egyik fogalom, amit rendkívül fontosnak tartok, az identitás. Ez az egész spiritualitásban, hitrendszerben, és a vallási hitet a legnagyobb mértékben tisztelem. Azért is tisztelem, mert bebizonyosodott, hogy a minőség megvalósításának az ellenőrző rendszere, az etika maga, az minden nagy szent könyvben, minden vallási könyvben ugyanúgy szól. Most ugye a Bibliában nekünk ott van a 10 parancsolat. Ezért Európa, ha még egyáltalán egységes, vagy van rá esély, vagy hogy is mondjam, szóval azért, mintha mi történetileg mégiscsak keresztény kultúra jellemezni a mi világunkat, vagyis az Isten hit, a keresztény vallás, lásd a pápa látogatása, szóval ott van az emberben az a fajta, sokan ugye hívőként, gyakorló hívőként, sokan pedig csak spiritualitással rendelkező emberként ott vannak, és ugye üdvözlik a pápát, meg egyáltalán bemozgatják
bemozdítják a spirituális dimenziójukat. De az ember alapvetően akár fölismeri, akár nem, spirituális lény, és az, hogy nem tudjuk azt a határt, a határon túllépést, hogy mi van az élet után, ez a kérdés egy olyan kardinális kérdése, ami ott feszegeti az emberi lelket azért is, mert születés és halál, mert mind tudjuk, hogy születés és halál a pillanat szarvhegyén dől vagy áll. Elmenni kevés, bennmaradni sok, emberré, azt tesz, ha megszólalok. Hát most egy Bertók László verset mondtam. De hogy az emberi lét dimenziójában, hogy leszünk, és aztán elmegyünk, ezen a kifeszített kötélen, amin mi mind végigmegyünk, valahogy végigmegyünk, az vég kísértetiesen ölelkezik a kezdettel, és hogy ezért voltak éppen a nagy kérdés, hogy megszületsz újra, vagy mi lesz veled, ugye ez a nagy mi lesz veled, mert megkaptuk azt a félelmet, ami beleplántálódott a születésünk pillanatában is a minden parányi osztódó, szaporodó sejtünkbe, és ez az a magára maradottsági félelem, hogy mi nem tudunk egyedül létezni a világban. És azért kell, hogy legyen valaki. És nekünk Isten létének az hite azt a fajta bizonyosságot adja meg, ami az egyedüli védekezésmód, hitem szerint mondom most ezt, az egyedüli védekezés attól a rettenetes félelemtől, ami egyébként lenne, ez a halálfélelem. És ide tökéletesen kapcsolódik az a nagy projekt, ami éveken keresztül dolgozott tanárnő ingyen, előadásait is ingyen tartva, ez pedig az összetartozás temploma. Ez mikor valósult meg ez a projekt, ugye egy hosszú-hosszú folyamat és kitartó munka eredménye, és most milyen projekteken dolgoznak? Igen, hát köszönöm szépen, hogy ezt a kérdést felvetette, az összetartozás temploma Pesterzsébeten valósult meg, hogy miért adtam oda a 70 éves születésnapi döntésem alapján, hogy mi az én életemnek a jövőre irányuló értelme, hogy valami hasznosat tegyek. Úgy döntöttem, értesültem róla, hogy Makovec Imre építőművészünk, az organikus építészet kiválósága, világszerte elismert kiválósága, de gyönyörű tervet dolgozott ki. Ráadásul, ahova tervezte a Mátyás király tér, ami elég közel volt ahhoz a helyhez, ahol az én édesapám egy kis imatermet épített annak idején református lelkész létére, vagy hát ebben a minőségében, és egyáltalán Pesterzsébeti gyerekkoromnak az éveit is visszaálmodva egy kicsit azt mondtam, hogy milyen jó volna, hogyha megvalósulhatna ott igazán egy gyönyörű Makovec templom, ahová engem családilag is kötnek bizonyos szálak, érzelmi szálak, és az én elejém, őseim messze visszamenőleg prédikátorok, lelkészek. Volt egy ilyen fogalom, hogy előkönyörgő tanító, ez kántor tanító. Na, ilyen kántor tanítók voltak például. Tehát nagyon benne volt az én előtörténetemben is, amit valószínűleg transzgenerációsan hoztam. Tehát a lényeg, hogy ez az indíték vitt engem oda, hogy elkezdtem gyűjteni, lényegében pénzt gyűjteni, hogy a tervet megvalósíthassuk, ami hát mindenki szerint ideális volt. És hogy én mégis úgy gondoltam, hogy belevágok, lesz, ami lesz. És nem mesélem el a nagyon hosszú, szép történetét, hogy alakult az, hogy végül sikerült nagyon jelentős összeget össze is gyűjteni hozzá, az előadásaim honoráriumát minden beleadva, egy éves jövedelmem mentén mindent, de hogy lett egy alapösszeg. És én őszintén itt most bevallom, a kőleves példáját hozom, mert ez az összeg nem ért el a 100 milliót, de már annyi volt, hogy ott lehetett már kopogtatni, ahol még hivatkozva arra, hogy a civil kezdeményezésnek ekkora az ereje, adjanak hozzá. És így alakult az, és köszönetet mondok, hogy a kormányzat támogatta, és hogy végül a templom fölépült. Hogy lett összetartozás templom? Úgy, hogy mi Makovec templomnak neveztük, mert miért is ne a mester nevét hordozza, azonban az történt,
hogy egy bizottság, amely hivatott megítélni, hogy mennyire pontosan Makovecz terv az, ami tulajdonképpen egy skicc alapján készült, és egy Dósapap Tamás kivitelezéséhez és továbbtervezéséhez társult, illetve ezzel lett kerekegész. Nem volt eléggé Makovecz templom, mondták ki ezt az ítéletet, és ezért szinte egyik napról a másikra kellett változtatást eszközölni a templom elnevezésében, és akkor az összetartozás nevet adtuk. És azért azt, mert júni 6, az összetartozás napja Trianon, nekem személyesen is nagyapám egy sovinisztának, irredentának bélyegzett költő, aki sokat szenvedett, és a család is emiatt, hát még ez is úgy kötött engem, hogyha ez a templom akkor valami köze legyen már a magyarsághoz, meg egyáltalán ehhez az egész történeti vonalhoz, amiben részt vettek az én eleim. Szóval lett összetartozás templom, ezt az ötletet dobtam be a mi kis bizottságunk, testületünkbe, hogy legyen összetartozás, és akkor viszont legyen ennek megfelelő a névnek megfelelő image, hogy tudnillik, akkor mi a Kárpát-medencei, minket körülvevő magyar lakta területeken olyan kapcsolatokat építünk ki, hogy legyen ez évente az összetartozás napja Trianon emléknapja, legyen egy olyan, ahol összejövünk, és ahol ünnepelünk. Most ezt mi már elkezdtük úgy megvalósítani, most azért nem mondok dátumokat, meg egyebeket, mert hát most már ott áll az a templom, és most, hogy mi is az, hát lényegében ez az, amin momentán dolgozunk, és nagyon örülök neki, hogy úgy gondoltuk, hogy akkor megteremtjük azt a tradíciót, hogy minden évben meghatározott napon, ha lehet a klasszikus időpontban, de mi összejövünk, de kik? Mivel pszichológus és hát mentálhigiénés képzést is alapító, és egyben a Károli Egyetemen olyan mentálhigiénés szervezetet kialakító ként is működtem, jaj, nem személyesen, egy csapat, sorolhatom itt a neveket, hogy kik azok, ugye Grezsa Ferenc nevét említem első sorban, akinek az elgondolása szerint minden magyar lakta területen megtelepítettük, kivittük a mentálhigiénés szakirányú továbbképzést, és ott nem csak, hogy lettek saját kis közösségek, hanem egyesületek szerveződtek, és egy hálózatot, egy Kárpát-medencei mentálhigiénés hálózatot alakítottunk ki. Ennek a tiszteletére és az összetartozás tiszteletére. Minden évben és tavaly egy gyönyörű ünnepséget csináltunk, most ez idén is egy nagyon szép ünnepséget, úgyhogy június 17-én szeretettel várom az érdeklődőket, mert hogy ez az összejövetel mentálhigiénés szakirányú képzésben részt vetteknek a saját azóta végzett munkájáról fog beszámolni, és egyben hogyan lesz egy indító eszméből, hogy legyen egy hálózat, hogyan lesz olyan megtestesülés, hogy már föl tudjuk mutatni ennek a hasznát, hogyan köt minket, magyarokat össze, identitásunkban, nemzeti identitásunkban. Hát az identitás, mint mondtam, az egyik kulcsfogalma a szakmai életemnek, és hogy a nemzeti identitást, a hovatartozást hogyan tudjuk erősíteni. Hát most közvetlenül például ez az életcélom az elkövetkező időre. Tanárnő, én nagyon szépen köszönöm, hogy eljött a stúdióba, és ehhez a célhoz és a további előadásokhoz és könyvekhez kívánok önnek jó egészséget és hosszú életet. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen. Meg szeretném köszönni a figyelmet a nézőknek is. Ha tetszett az adás, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, lájkoljátok az adást, és osszátok meg minél többen. Hamarosan jelentkezünk, következő adásokkal, addig is minden jót kívánok nektek. Sziasztok!